Kedves nézőink, a következő összeállításból megtudhatják, hogy áll jelenleg az úszoda felújítása. A tervek szerint októbertől már látogatható lesz a város új úszodája. Hogy áll most az építkezés? Jelenleg valóban folyik az úszodának az építése. Most van abban a folyamatban, amikor már a látványos építés folyik, hiszen a pillérek, a tartó pillérek, amelyek a tetőszerkezetet fogja tartani, ezek elkészültek. A vászkitöltő falaknak a falazása most van folyamatban, és amint ez elkészül, akkor rákerül a tető, tehát a nagy közönség, vagy az erre látogató, akkor már tényleg azt látja, hogy az úszoda építése előre haladott állapotban van. Annak idején, amikor a pályázatot aláírták, arról volt szó, hogy két ütemben készül el az úszoda. Hogy is van ez pontosan? Valóban két ütemben készül el. Ugye 2014-ben kezdődött el az úszoda építés, tehát inkább úgy mondanám, hogy két pénzügyi évet érint. 2014. szeptemberében kezdte el a kivitelező a munkálatokat, és ez 2015. szeptember végén, tehát 30-án, ha minden úgy sikerül, ahol mi terveztük, akkor 30-án átadásra kerül, tehát várhatóan októberben a nagy közönség így meg tudja venni az úszodát. Mik azok a részek, amik már elkészültek, vagy láthatóan most már egész jó állapotban vannak? Hát ugye az, amit én mondtam, tehát idáig a föld alatt dolgozott a kivitelező, most került a föld fölé, és most látszik az, ami ténylegesen, hogy a nagy közönség is láthatja azt, hogy milyen munkák folytatódnak. Tehát az épület tartó pillérei azok elkészültek, az épületnek, a régi épületnek, a fogadóépületének a belső falai azok teljes egészében kibontásra kerültek, annak az aljzatolása most fog elkezdődni. A szennyvízelvezető csőrendszer kiépítése megtörtént, és utána elkezdődnek a válaszfalazások és a tetőszerkezetnek a megépítése. Tehát utána már azt lehet mondani, hogy tető alatt dolgozik a kivitelező, és belső munkák folynak. Megváltozik az úszodában a medencék helye is. Hát a nagy medence helye az teljes egészében ugyanott lesz, ahol volt. Annyiban lesz változó, hogy idáig sűjesztett, feszített víztükrű volt, most kiemelt lesz, nem lesz korlát, hanem csak az a túlfolyó rács lesz. A két oldalon megemelt ugrókő, dobogókővel lehet majd ugrani, és a kismedence az valóban megváltozik, mert idáig egy 65 négyzetméteres kismedence állt a rendelkezésre a gyerekeknek, most ez megnövekedett 101 négyzetméterrel, lehet majd igénybe venni, és ott, ahol a régi zuhanyzó található, vagy volt elhelyezve, ott lesz egy új, hát hivatalosan előmelegítő medencének nevezett, de inkább én azt mondom, hogy egy jacuzzi, amelynek a mérete 60 négyzetméter. A régi szauna helyett egy új szaunavilág is szerepelt a pályázatban. Ez most hogy áll? Így igaz, tehát a szaunavilág úgy kerül megépítésre, hogy kettő szauna lesz a régi egy helyett. Kialakításra kerül egy gőzkabin, egy merülőmedence, egy jéggép és egy kicsi pihenő rész az ott igénybe vővő vendégek számára. Ez természetesen teljesen elkülönítve, külön belépőjeggyel, külön beléptető rendszerre lehet majd igénybe venni, és ez biztosítja nekünk azt a lehetőséget, hogy ténylegesen csak azok vegyék igénybe, aki ezt a szolgáltatásnak az árát megfizeti. Az új épületet, hogyha jól tudom, kétszintesre tervezték. Mi lesz majd az emeleten? A két szint valóban igaz, de a két szint ez csak úgy lehet értelmezni, csak az egyik részen, tehát a megépítendő zuhanyzó fölé kerül a második szint, ahol a szellőztető berendezésnek a gépészeti része kerül kialakításra, valamint az üzemeltetésre szolgáló irodák kerülnek kialakításra azért, hogy a földszinten lévő helyiségekből minél többet ki tudjunk adni egyéb szolgáltatások igénybevételére. Nem sokára elkezdődik a strandi szezon. Látogatható lesz-e a strand, annak ellenére, hogy az úszoda még nem készül el? Természetesen a terveink szerint május 23-án pünkösd előtti szombaton nyitnánk meg a strandnak a területét. Az előkészületek azok igazából elkezdődtek, a medencéknek a leürítése, takarítása az folyamatban van, és minden évben sajnos a tél az okoz nekünk károkat, ezeknek a károknak a helyreállítása most van folyamatban, de a május 15-ére gyakorlatilag minden medencénk vízzel lesz feltöltve, vízmintát vetetünk, és 23-án várjuk a nagy közönséget, hogy igénybe tudja venni. Én bízom benne, hogy nem olyan időjárás lesz, mint a tavalyi évben, mert a tavalyi év az azt mondhatom, hogy az elmúlt 10 év legrosszabb időszaka vagy éve volt. Ha az idei év jó lesz, jó nyarunk lesz, akkor ugyanolyan szolgáltatások igénybevételével ide tudnak jönni a látogatók, mint a korábbi években.